nem akartam óvónő lenni. Nem ez volt a célom, német földrajz szakos tanárnak készültem, csak akkor az egyetemen nem indult 2 évig német földrajz szak, és hát irányt váltottam. Kecskeméten végeztem 1978-ban, utána 2 évig még Bajára jártam, majd később Szekszárdon szereztük meg a német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettséget, és aztán Budapesten a közoktatás vezetőit. Én egy kétnyelvű családba születtem. A nagyszüleim egymással, ha ketten voltak, vagy hát ha én is ott voltam, nem nagyon beszéltek magyarul, tehát ők így élték az életüket, hogy egymással hát németül kommunikáltak, vagy svábul, ahogy mondani szokás, bár frankok vagyunk, és nem svábok ilyen értelemben. Úgyhogy ez nagyon meghatározta az én életemet. A mai napig is szívesen vagyok olyan idős emberek társaságában, akik egy kicsit emlékeztetnek arra, hogy a nagyszüleim hogy beszéltek, félig magyarul, félig németül, tehát azért az egy kevert beszéd volt. Itt kezdtem Bonyhádon, abban az óvodában kezdtem dolgozni, ahova magam is jártam, és akkor egy pici szekszárdi kitérő mellett ugye 46 évet dolgoztam, német nemzetiségi óvónőként dolgoztam több évtizeden keresztül, és ezek a gyerekek közt töltött idő, ezek nagyon-nagyon termékeny, szép évek voltak az én emlékeimben. Egy nagyon jó összetartó csapattal és egy igazán összetartó szülői közösséggel dolgozhattunk együtt, amit én most a mostani időket figyelve nagyon fontosnak tartok. Tehát egy emberként álltak mögöttünk a szülők, és nagyon-nagyon komoly értelmet nyert az együttnevelés. Adventi éneklést szerveztünk, mézes kalácsot sütöttünk, farsangokon színpadi műsorokat szerveztünk úgy, hogy a szülők is beálltak szerepelni, szülői bálokat tartottunk. Emlékszem jó szívvel a mártonnapi felvonulásokra, az óvi olimpiákra minden negyedik évben, az olimpia évével egy időben ugye olimpiát rendeztünk, az érdekes és izgalmas kirándulásokra, elvittük a gyerekeket az Őcsényi reptérre, a Ferihegyi reptérre, nagyon sokat jártunk Baján, vonatoztunk, mindent ami valóban élmény volt a gyerekeknek, és az évet tradicionálisan úgy zártuk, hogy az évzáró a jó kis műsor és a szórakozás, tehát a Vidámparkot követően az iskolába menőkkel benn aludtunk az óvodában. Ez a termékeny időszak, ez egészen addig tartott, ameddig 2013-ban megkaptam a vezetői, az intézmény vezetői megbízást Bonyhád Város Önkormányzati Képviselőtestületétől, és akkor már megint csak itt volt egy csapat. Én szerettem a kollégáimat, szerettem a munkámat is nagyon, és szerettem a kollégáimat, és ez most azért van múlt időben, ugye, mert néhány hete nem dolgozom. Engem nagyon váratlanul ért ez a kitüntetés. Én semmire nem számítottam, és mikor polgármester asszony felhívott, akkor hát majdnem, hogy tiltakoztam először, hogy hát de nem, hát de miért? És ugye, mert ugye ilyenkor mindig keresi magában az ember, hogy most miért pont én, vajon miért pont én, hiszen olyan sokan vagyunk a pályán, akik hát becsülettel végig dolgozzák az életpályát. Amikor az ember elkezd dolgozni, akkor nem gondol arra, hogy én most itt vezető leszek. Arra se gondol, hogy na most már ideje, hogy kitüntessenek engem. Tehát semmi ilyet nem vár az ember, és most eljött ez a pillanat, és én most nagyon boldog vagyok. Tehát mégiscsak büszkeséggel és elégedettséggel tölt el, és tudom, hogy ez csapatmunka volt. Ezért így is köszönöm még egyszer mindenkinek és minden kollégámnak, aki
ebben a közös munkában, ebben a közös feladatban részt vett.